Szevasztok, Halácsi Péter vagyok, és kijöttem ide megmutatni, hogy van remény, jön majd a tavasz. Én is kijöttem a szobából erre az előadásra, vagy erre a beszélgetésre. Kicsit azért hideg van, de majd gyorsan csináljuk a dolgokat. 10-től 10:30-ig leszünk mi így együtt, és arról szeretnék ma beszélni, hogy oké, van ez a Budapest School, és most már sokszor beszéltünk a Budapest School-ról, és a mai alkalmat a szenteljük a személyre szabottságnak. Úgyhogy én végignéztem, hogy például 2 hete mi az, amiről itt beszéltünk a nyílt nap kapcsán, és hogy ezt nézzük meg a személyre szabottság. Mit is jelent ez a személyre szabottság, és nézzük meg az egészet a személyre szabottság nézőpontjából. De a legfontosabb az ez még mindig, az, hogy miért is csináljuk az iskolát. A személyre szabottság, a tanterv minden csak eszköz nekünk ahhoz, hogy a gyerekeink boldogak, egészségesek és a társadalom számára hasznosak legyenek, mikor felnőnek. És hogy ez nagyon fontos tanulság volt, hogy akkor gondoljuk, hogy boldogak lesznek, ha már most örömmel tudnak tanulni. Sokszor vannak flow-ban. Tehát, hogy ez az alapkiindulás, de hogy ehhez az az állításom, hogy ebben segít a személyre szabottság. És mi is ez a személyre szabottság? És ezt hadd mutassam meg ezt az ábrát. Ez egy híres ábra, de én most azt mondom, hogy ez a régi módi személyre szabottság. Az a személyre szabottság, van, aki csetel nekem, ezt ki kell kapcsolnom, nem készültem fel eléggé, hogy el akarod érni, és erről sokat beszélnek, el akarod érni az érettségét, az egyetemi felvételt, tehát hogy van egy cél, amit el akarsz érni, és a személyre szabottság az az, hogy különböző utakon járod be, mindenki máshogy tanul, sok mindenről beszéltek az elmúlt 30-50 évben, és hogy ez a különböző utakon járjuk be, de ugyanazt az eredményt érjük el, ez egy, én ma már azt mondom, hogy ez a tradicionális személyre szabottság. Ehelyett én ezt az ábrát sokkal jobban szeretem. Tehát, hogy a személyre szabottság az az, hogy ott van középen a gyerek, és építsük körbe a rendszert arra, hogy az a gyerek minél hatékonyabban tudjon tanulni azt, amire neki szüksége van, tehát tudja, hogy mi az, miért csinálok valami, vagy amit szeret. Mind a kettő nagyon fontos. Amire szükséged van, vagy amit szeret. De hogy legyen saját ügy neked a tanulás. És hogy ezt az egész rendszert gondoljuk végig, hogy hogyan tudjuk azt optimalizálni. A Budapest School célja, missziója, víziója, bármilyen nagy szavakat mondani, az, hogy tanuljanak a gyerekek örömmel. És hogy ezt hogyan tudjuk elérni. És akkor nézzük ennek az elemét. Az első és legfontosabb az, amiről, vagy hát nem tudom, legfontosabb, a személyes cél. Egy saját cél. Tehát amikor azt mondjuk, hogy saját ügy legyen, akkor mi megcsináljuk, itt a saját gyerekemet látjátok, a saját gyerekem mentor tanárjával, ahol úgynevezett hármas szerződést kötünk, a gyerek, a tanár és a szülő, és arról beszélünk, hogy mi a célunk ebben a trimesterben. És ráadásul mi trimestereket használunk, nem fél éveket, miért? Azért, hogy többször tudjuk változtatni, átbeszélni, reflektálni arra, hogy most mit és miért is csinálunk. Szóval, hogy megfogalmazzuk ezeket a személyes célokat, ezeket a saját célokat, és leírjuk egy szerződésre. És ez fogja megadni a ritmusát. Tudom, hogy a többségnek az a kérdése, hogy akkor most itt 30 gyerek 30 különböző dolgot fog tanulni? Nem. Több oka van annak, hogy 30 gyerek egy osztályban, vagy egy mikroiskolában nagyon hasonló dolgokat tanul meg. Erről nagyon szívesen beszélek egy másik órás előadásban. Például azért, mert szeretnek hasonló dolgokat csinálni, vagy mert nem teljesen hülyék a gyerekek, tehát tudják, hogy olyan dolgot tanulnak, amire nekik szükségük van, vagy amit szeretnek. Ez egy nagyon fontos gondolat, hogy mi is az, hogy személyre szabottság, hogy néz ki a személyre szabottság a mindennapokra, és az egyik, ahonnan mi is elindultunk, ez a kevert korcsoportos falusi iskola. Tehát hogyan lehet az, hogy működött régen, hogy 4-5 évfolyamnyi gyerek egy iskolában, vagy 6 együtt tanult az elemiben a falun, és egy tanító ezt csinálta.
itt is kellett valami fajta személyre szabadságot, vagy differenciát. Már nagyon sokat beszélünk a differenciálásról, de azért ez 50 éve az én nagymamám egy tanító volt, ő is csinálta, ezt muszáj volt neki csinálni. Oké, mondhatod, hogy de 50 éve nem volt annyira hatékony az iskola, tehát ez rossz volt csinálni. És erre az egyik válasz az, hogy a túloldalt meg az van, hogy oké, akkor ültessük le a gyerekeket, és egy ilyen mesterséges intelligenciával kitalálja, és vannak ezek a rendszerek, kitalálja, kinek milyen, melyik learning unitot kell tanulnia, és tanulja azt, és egy ilyen nagyon individualizált, de személyre szabott oktatás jön létre. Egyébként zseniális programok vannak a világon ebben, és majd mutatok, hogy valószínűleg ti is használtok ilyet, mert a duolingózás az például tök ugyanez, hogy mindenki halad, és a számítógép mondja meg, hogy mit kell mostanában. De személyre szabottság ez is. Tehát amikor önálló munkával azt mondjuk a gyerekeknek, ennek a három gyereknek azt mondtuk, egyébként egy csoportban voltak, tehát hogy ez egyik csoport a teremben, hogy figyelj, találjátok már ki, hogy miért van 7 napja egy hétnek. Miért pont 7? Jó, főleg angolul, tehát hogy 7 days in a week. Mert magyarul mondhatod, azért van 7 napja, mert hétnek hívják. Miért van ez? És adjunk nekik ilyen nagy munkát és kihívást, és hadd dolgozzanak, és visszajönnek eredménnyel. Nagyon jó eredménnyel jönnek, és azért jó ez a kérdés, mert a jelenlévők többsége nem nagyon tudja rá a választ. És ez helyes, nem biztos, hogy a tanárnak kell tudnia mindenre a választ. De a maga kis csoportos szervezés, amikor a osztálytermet felbontom, az is valami fajta személyre szabottság, hogyha más feladatot tudnak kapni. Ugye a differenciálásnak a lényege, a differenciálás az, amikor egy tanteremben ugyanazt akarom elérni, de máshogy, de hogy itt meg tudom azt csinálni, csak be kell gyakorolni tanárként, hogy ennek a csoportnak ezt a feladatot adom, annak a csoportnak azt a feladatot adom, és a jelenlévő tanárok ettől tudnak izgulni, jó, akkor most 7 fajta feladatot kell kitalálnom? Igen, de idővel ez sokkal gyorsabban megy, és ki lehet rakni nekik a feladatokat, hogy vidd el, ha kész vagy, vegyél egy újat. De miért mindig a tanárnak kell adni a feladatot? Miért nem lehet az, hogy a gyerek azért jön be, mert tanulni akar, mert az saját ügy. Tehát elveszi a következő feladatot. Ha megvan ez a gondolkodás, hogy fejlődjünk, akkor egy csomó minden egyszerűsödik. Szóval, hogy ez a kis csoport, vagy a szabadon választható szakkör, a műhelyek, amit egyetemen értünk, tudjuk, én például ezt szerettem a legjobban, a szabadon választható tantárgyakat, vagy tőlem lehet a kötelezően választható, de hogy a választás szabadsága benne van, akkor egyszerűen elkezd másképp működni a tanulás. És hogy például összeírtam, hogy épp aktuálisan az egyik iskolánkban milyen műhelyek vannak. Tehát, hogy a műhelyekre hívjuk azt, ami érdeklődés alapon jönnek össze a gyerekek, engem ez érdekel, ezt meg akarom tanulni, hirtelen a motivációs rendszer egy kicsit rögtön egyszerűsödik, mert azért jött, mert akarja, szabadon választható, és hogy önálló, egymástól független tanulási egysége. És ez nagyon fontos a BPS rendszerben, hogy ők egyenrangúak, tehát hogy ugyanolyan fontos egy matek órát megtartani, és ugyanolyan komolyan veszük, mint egy néptáncot, vagy egy robotikát, vagy nézzük meg, hogy mik vannak. Tehát, hogy ezek ugyanúgy délelőtt tudnak megtörténni, a filozófia, a média, a dráma, az örökmozgó, digital making, önkénteskedés, költészet, science fund, klímaváltozás, elsősegélynyújtás, festészet, iskolai weboldal, főzés, mondhatnám tovább, 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 és ez nagyon fontos, hogy ezek ugyan egyenrangú a tárgyakhoz. Nagyon sok iskola azt csinálja, hogy vannak a fontos tárgyak, és aztán délután, amire elfárad a gyerek, addigra, meg 5 után, meg iskola utáni foglalkozás. Nekünk csak egy egyszerű gondolat van, mi van, hogyha ez van délelőtt? Mi van, hogyha egyedül matekot tanulni a Khan Academy-vel otthon meg tudsz csinálni, vagy délután az időd nem? Tehát, hogy mi van, ha? És ezeket nézzük meg. Tehát, hogy ez a klasszikus differenciálás, és ez például tavaly kaptunk egy engedélyt a minisztériumtól, hogy egyedi iskola lehetünk, és az egyéni tanulási idő nálunk egy fontos dolog, és benne van az órarendben.
hagyományos iskolában, vagy rendes iskolában ezt úgy hívják, hogy nem tudom, a napközi, meg oda megy az alulfizetett tanár, meg a... Tehát, hogy ezzel sok probléma van a tanulószoba, de hogy ha ezt fel tudjuk építeni, hogy az egyéni tanulási idő, a könyvtárba járás, az ugyanolyan fontos, és ugyanúgy van keretezve, és ugyanazok a tanárokkal, és ugyanúgy, mindent ugyanúgy csinálunk, akkor hirtelen az önálló tanulás is elindul, és a személyre szabottság sokkal könnyebben megvalósítható. És amit szeretnék mutatni, ezt mi modulokkal csináljuk, erről majd talán máskor fogunk beszélni, hogy egy csomó minden történik ma, és köszönhetőleg a COVID-nak, tehát köszönhetően a COVID-nak végig tudjuk azt gondolni, hogy lehet az, hogy tavaly meg idén mindenki le tud úgy érettségizni, hogy nem megy iskolába. Nem azt mondom, hogy nem menjél iskolába, hisz ez egy iskolai nyílt nap, nem erről beszélek. Arról beszélek, hogy ma már látjuk és adatunk van róla, hogy a klasszikus 20-30 gyereknek előadok egy darab tantárgyat tanulásnak, vannak alternatívái. Mutatok két példát. Az egyik, meg lehet tanulni matekot magad, vagy segítséggel, én nem ezt mondom, hogy egyedül kell, hogy tanuljál, nem ez a dolog lényege, de hogy van, aki gyorsabban tud haladni, van, aki lassabban tud haladni, van, aki otthon szeret, van, aki az iskolában szeret. Oldjuk meg azt, hogy ezt saját ritmusra tudják csinálni. Vagy itt van a programozás, ami egy nagyon bonyolult dolog, egyébként nem. Jaj, de nehéz megtanulni, egyébként nem. És itt vannak olyan appok rá, ahol föl tud menni bárki, te is, a gyereked is, én is, itt például én fölmentem és szórakoztam, hogy ad egy feladatot, kipróbálom, lefuttatom, megmondja, hogy hol a hiba. Tehát, hogy ilyen tök egyéni, önálló feladat végzésen keresztül tudok haladni. Jó, de akkor én most azt mondom, hogy így mindenki tud magától menni? Nem. Az egyik legfontosabb eleme szerintem ahhoz, hogy működjön a személyre szabottság, ez a visszajelzés, hogy legyen ott valaki, aki mindig visszajelez, reflektál arra, hogy hol tartasz, mi volt a célod, mit értél el, mit lehetne még. Tehát ezek a hatékony, az edzők, egyébként a sportedzők a leghatékonyabb ilyen visszajelzők, by education, nekik nagyon muszáj, hogy ezt elérjék. És hogy nekünk van egy rendszerünk arra, hogy hogyan lesz ilyen több szempontú skálázott, növekedésfókuszú egyéni visszajelzés. Ez nagyon fontos, sokat beszélünk a szöveges visszajelzésről, hogy oké, a jegy már nem jó, legyen szöveges visszajelzés, de a szöveges visszajelzéssel az a baj, hogy nem tudom kimondani, és nagyon sok munka megcsinálni tanárként. Tehát egy idő múlva nem fogom adni, vagy csak másolgatom, meg nem lesz egyénre szabottak. Tehát, hogy sok probléma van vele. És ma egyébként az oktatásban így csinálják máshol is, hogy ilyen több szempontú skálázott visszajelzést adnak. Itt például a gyerekemnek lehet a visszajelzését látni, ahol nekem is közelebb kell venni, egy modulban a kapott visszajelzés, én nem tudom elolvasni, mert nektek nagyítottam ki, az önálló számolás, a pénzváltás, a jegyzetelés, a fogalmazás, a helyesírás külalak és a katalógus kivitelezésére itt szintenként kapott visszajelzés, és nagyon fontos, hogy a gyerek tudja, hogy mit kell csinálnia ahhoz, hogy a következő szintre tudjon lépni. És ez nagyon fontos, hogy a gyerekem ebben a projektben a külalak igényességben, hát finoman mondva azt mondta, hogy még nem érted el a megfelelő szintet, nem tudok odaszummolni, tehát hogy összecsapta a munkáját. Ez miért fontos? Mert hogyha kapott volna egy egyest, akkor nem tudtuk volna, hogy miért, vagy ő nem tudta volna, nem nekem kell tudni, neki kell tudnia, hogy miért, hogy mi az, amit tud javítani ahhoz, hogy még jobb legyen. De hogyha ilyen finoman, sok szempont alapján finom, hogy mondják, fine-grained angolul, tehát hogy specifikusan megmondjuk, hogy ezzel, ez volt azzal, az volt amazzal, az volt, és innentől kezdve nem lesz fontos az osztályozás,
hanem tudod, hogy mit kell csinálni ahhoz, hogy még jobb legyél, és még egyszer azért, mert a tanulás saját ügy. Akkor gyere a Budapest Schoolba, hogyha te szeretnél tanulni örömmel, sokszor flow-ban lenni. Mi ebben tudunk segíteni. És akkor még egy elem, hogy oké, okay, a gyerekemnek a helyes írása kiderült, hogy ott 10 évből, blablabla, akkor mi van még? És van még egy eszköz, amit úgy degradálóan szoktunk megfogalmazni, magyarul korepetálás. Tehát van az, amikor egyszerűen one-on-one-ba le kell ülni egy gyerekkel, és őt segíteni. Neked most már tudom, hogy pont ez a kérdés, megakadtál, és akkor leülünk, és segítünk. Hadd mutassam meg ezt a példát, hogy hogy néz ki. Így. Ilyen egyszerű a dolog. Leül mellé. Valaki addigra azokat már megtanulta ez a gyerek, amit így előadásban kellett volna, vagy amit megtudott, akkor jön a tutorálás, amikor megakadok valamiben, vagy kell az egyéni átlökés, az a motiváció, hogy oké, okay, de meg tudod csinálni. Tehát az egyéni impulzusra van ott szükség. Egyébként az e-learning rendszerek egyik nagy problémája, hogy megtörténik a Khan Academy, meg Duolingo, és nagyon nehéz neked is észrevenni, mint tanulóként, hogy benne vagy egy hurokba, és most nem mész tovább. Vagy mert elvesztetted a motivációdat, vagy mert te se érted már, hogy mit nem értesz. Na, ott egy ilyen egyéni, nagyon rövid, nagyon impulzusszerű tutorálás át tud lendíteni téged. Szóval, hogy ez az egész rendszer az, amit én személyre szabott tanulásnak hívok, kiegészülve egy technológiával, mert ha így gondolkozol, akkor az e-napló, meg az e-kréta, meg ezek a rendszerek nem lesznek jó. Most hirtelen kimásoltam a saját gyerekeimnek múlt heti, vagy hát egyik gyerekemnek múlt heti, mi úgy hívjuk, hogy portfólió, mit csinált, a tanár föltöltötte, hogy mit csinált, itt látható, hogy hozzákötötte a NAT tanulási eredményeihez is, mert az fontos, az államnak, úgyhogy megcsináljuk, meg a átjárhatóságnak, de hogy van egy saját rendszerünk, ami ezt az egész, vagy szoftverünk arra, amivel fontos, hogy a szülőként magabiztosan tudjad, hogy halad a gyereked, a gyerek megkapja a visszajelzést, tehát az egész megint csak ezt a tanulást fejleszte. És akkor, hogy ez a személyre szabottság, és összefoglalva, mikor megkérdezem a tanárokat, hogy mi a, vagy a szülőket, hogy mi a BPS-nek a lényege, az ilyen, miben más, ezt szokták kérdezni, ez a tanulás saját ügy. Tehát, hogy ezzel ezt szeretjük, hogyha erről sokat beszélünk. Ez egy tanulós iskola. A közösség, amiről most kevesebbet beszéltünk, de hogy ez mind közösségben, társaságban, barátságban, együtt és egymástól csináljuk, és a személyre szabhatóság, amit mondtam. És ennek ugye három eleme tanároknak a mentorálás, amiről most megint nem beszélünk, de azt hiszem, egy külön alkalom lesz róla. Tehát az, hogy alakuljon ki egy olyan kapcsolat egy szignifikáns felnőtt és a gyerekem között, vagy fiatal felnőtt között, aki át tudja segíteni ebbe a sok választásba, a sok felemenetelben, saját célok állításában, hol tartasz, mire van szükségem. A tanulástervezés, tehát hogy hogyan építjük az iskolát, és a hatékony visszajelzés. Egyébként egy példát hadd mondjak még, hogy ezen gondolkoztam reggel, hogy nekünk most 14, jövőre 17-18 különböző helyszínen, mi mikroiskolának hívjuk azt, amit csinálunk. Pici iskola. Van, ahol 10, 15, inkább 20, 50, de sehol sem 100, 200, 500 gyerek van. Egy ilyen egységben, vagy hivatalosan telephely, de igazából mikroiskola, ahol van egy csapatnyi tanár, akik meg tudják beszélni a dolgokat. Ez miért nagyon fontos a személyre szabadsága? Azért, mert tanárként be tudom vinni az érdeklődésemet, a csoportra tudok reagálni, a szülőre, a környezetre. Sokkal gyorsabban tud reagálni az iskola a gyerekekben előjövő tanulási vágyakra, a mikroiskola, mert pici és agilisan tud változtatni. Tehát nem kell egy nagy 500 fős
iskola órarendjéhez igazodni, hogy nem tudsz csütörtökön focizni, mert a focipályát elfoglalta a másik. A robotika szakkör az nincs nyitva, és a színházteremben megvan, de hogyha az egészet át akarnák csinálni, akkor ez egy ilyen borzalmas projekt lenne. Nem. El tudják dönteni a tanárok, hogy most ebben a csoportban ez jött elő, akkor ezt követjük. Szülőként nekem egyszer mondta valaki, hogy, vagy olvastam, hogy szülőként nincs más dolgunk ma már, mint hogyha a gyerekünkben valami fajta érdeklődés megjelenik, akkor ahhoz hozzásegíteni, hogy megtudja, azt akkor tudja követni. Rohadt nehéz. Nézzen meg, főleg, hogyha hetente változik, vagy mi érdekli mondjuk 10 éves koráig. És akkor ez az ábra, amit szoktam sokszor, vagy megcsináltunk 2 évvel ezelőtt, hogy ez mutatja, hogy középen van a gyerek, a mi rendszerünk, a trimester, a saját cél, a visszajelzések, tehát minden, amit mi csinálunk, a közösség, csapatmunka, tehát hogy van egy szociális keret, és legkívül van az, amit az állami kapcsolódáshoz szükségünk van, az osztályzatokra, a tantárs struktúrára, és ezt megoldottuk az évfolyamokra, az átjárhatóságra. Van egy nagyon bonyolult, nem, komplex, azt mondanám, vagy lehet, hogy egyszerű, de hogy egy nagyon pöpeckis rendszerünk arra, hogy ez is megvan az államnak, amire szüksége van, igénye, az átjárhatóságnak, a társadalmi illeszkedéshez, meg a személyre szabadságnak, és a kettő között nekünk van, a kettő között van nekünk egy kapcsolódás, és ez működik. És amit még akarok elmondani, hogy és elkezdtünk azon dolgozni, hogy ez egy nemzetközi iskola hálózat által is akkreditált legyen. Tehát a Council of International School, ami egy nemzetközi sok száz iskolát akkreditáló szervezet, eljött hozzánk, és azt mondta, hogy fú, ez nagyon érdekes, hogy ez a mikroiskola, ez a személyre szabottság, tehát hogy nekik is kihívás, hogy ez hogyan tud jól működni, és hogy milyen jól megcsináljuk ezeket a dolgokat, és hogy elindítottuk ezt a nemzetközi akkreditációt is. És akkor térjünk vissza, hogy hol is vagyunk. Ja, ezt még szeretném megmutatni, tehát hogy ettől az évtől kezdve a személyre szabottságot is támogatja, hogy azt mondjuk, hogy mi egy egységes 15 éves rendszer vagyunk, 3 éves kortól 18 éves korig, de tudjuk, hogy egy 4 éves gyereknek, meg egy 14 éves gyereknek másra van szüksége. És ehhez csináltunk egy ilyen rendszert, amit mi szakaszoknak hívunk. Tehát, hogy van az óvoda, van az alsó, van a felső és van a középiskola, amit 19 éves korig is eltarthat. Egyébként a következő szekciók is így lesznek. És hogy más a fókusza. Az óvodában persze az, hogy játszál, hogy tanuljál, alsóban az, hogy megtanul, ezt a tanulási képességek kialakuljanak, az alapozás, a felső, az a felfedezés, amikor már tudsz szabadon tanulni, bármit szinte, és az iskolának az a dolga, hogy te szivacsként felszívod a dolgokat, hogy sok mindent adjon neked, és a középiskola az az, amikor a BPS középiskola, amikor már kialakult valami fajta érdeklődésed, és a személyre szabottságnak az lesz a rendszere, hogy olyan emberekkel vagy együtt, akiket hasonló dolgok érdekelnek. Tehát a BPS kódban a szoftverfejlesztők, a BPS stúdióban a média iránt érdeklődőkkel vagy együtt. És hogy más lesz a cél, kíváncsian felfedezünk, barangolunk óvodában, együtt és egymástól tanulunk, a világ nagy kérdéseivel foglalkozunk felsőben, ott kinyílik a világ, és a még nem létező szakmákra készülünk, ez a középiskola. Szóval, hogy van ez a rendszerünk, és ez is azt mutat, azt segíti, hogy a személyre szabottság még jobban működjön. Van egy nagyon erős alapunk, ami ugyanaz óvodában és középiskolában, egy gondolkodásmódunk, egy paradigmánk, egy emberképünk, és máshogy szervezzük természetesen az iskolát attól függően, hogy hol tartanak ezek a gyerekek. Szóval összefoglalva, ebben az évben van 100 új középiskolai tanulónk,
50 új felső tagozati helyet fogunk létrehozni. Lesz Budapesten kívül új alsós helyek, ott főleg az új alsós lesz, és elindul végre az óvoda hivatalosan is. Ez nagyon sok új gyerek, nem látom, mert a szemembe süt a nap. Azt hiszem 400 gyerek. És hogy új tanárokat is keresünk, tehát nagyon sok tanárt keresünk. Középiskoláról hadd mondjak külön, mert ez egy nagyon újszerű nálunk, sokan még csak óvodaként, meg általános iskolaként ismernek. Tehát lesz ez a BPS Studio, ez a média, ez a BPS Kóda szoftverfejlesztőknek. Ezek különálló csoportok olyanoknak, akik ez a téma érdekli, de természetesen ugyanúgy az érettségi, meg közismereten minden, tehát hogy ők pluszban tudják, hogy ebben el akarnak mélyülni, de a széles és általános tudás az ugyanaz lesz náluk. Van a rakpartunk, ahol még alakulgat, hogy kinek mi az érdeklődése, de ott lehet tudományból, médiából is választani, a drámától a művészeteken keresztül. És ami nagyon izgalmas számunkra, hogy Dombóváron, az Apáczai iskolában, illetve a Szászban, Budapesten, két-két állami középiskolában, két-két szoftverfejlesztő állami osztályban vagyunk ott, vagyis hát már kettő-kettő, tehát kilencedikes és tizedikes gyerekeknek, ahol BPS osztályként működnek, és mi együtt dolgozunk az iskolával, hogy minél jobban működjön ez a személyre szabottság. Illetve nagyon sok helyen vagyunk, Veszprémtől, ugye Lendélen, Dombóváron, és Dabas megjelenik, de Gödöllő, Solymár, én mindig úgy izgulok, hogy nehogy el Gödöllő, Solymár, Budaörsön most egy új helyén túl ért, a Római part, a 11. kerület és a 13. kerület, ezek főleg a csomópontjaink, tehát itt lehet látni. Remélem nem hagytam ki semmit. Itt még Budakeszi szerepel, de Budaörs lesz az a hely. És ez mutatja, hogy a különböző szakaszokban hol melyik mikroiskolában lehet, tehát hogy hány éves a gyereked, akkor hol tudunk neki most csoportot ajánlani.